Sokan a koronavírus járvány kezdetén az élesztő hiány beköszöntével elkezdtek otthon kovászolt kenyeret sütni. Mostanra viszont az egyre növekvő energiaárak miatt már ez sem tűnik jó megoldásnak. Az élelmiszerek folyamatosan drágulnak, egyre többet kell fizetnünk a mindennapi kenyerünkért is. A Paraméter a Dunaszerdahelyi járásban lévő Felső Patonyban járt, itt készül a Csallóköz emblematikus patonyi kenyere. Horváth Andrea, az Enta pékség tulajdonosa szerint az alapanyagok drágulása miatt a helyzetük kezd kilátástalanná válni. A lisztár utóbbi egy évhez viszonyítva 40%-kal emelkedett, csak a lisztár. A élesztője 50, a só 20, a összes más adalékanyag, a krumplis liszt, amit mi is használunk, szintén 20%. Ezek csak az alapanyagok, amiket megvásárolunk. Ami még emelkedett, a energiaára, a villanyára, az 35%, a gáz az 25-30, és ehhez viszonyítva mi csak januárban 10%-ot emeltünk a kenyéráron. A patonyi kenyér jelenlegi ára azonban mára már tarthatatlanná vált. Per pillanat tudtam úgy bevásárolni gabonával, úgy nevez, majdnem a zsebünkben is liszt van, hogy április végéig tudjuk ezt az árat tartani még, de május 1-től újabb áremelésre leszünk kénytelenek. Az államtól úgy tűnik, hiába várnak segítséget. 21 éve vagyok tulajdonos ennek a pékségnek. 21 év alatt nem volt olyan dotáció, ami ránk érvényes lenne. És a Földművelési Minisztériumnak voltak ilyen, hogy a fejlesztési dolgok, akár a malom, a pékipar, a cukrásziparra, de ezek mindig föltételezhetők valónak szabva. Én is voltam ilyenen, nagyon szépen megszervezik, ennyi, több száz milliókról beszélnek, és az első mondatuk az az, hogy csak az arra adnak dotációt, ami innovatív termék. Innovatív termék az egy új termék. A kenyér mindig ugyanaz marad. Az nem lesz más. Ez nem a haslerkiből csinálok klokankit, vagy a milából horálkit, ez nem más, ez ugyanaz. A kenyér mindig ugyanaz marad, és ezután első mondat után szépen föl lehet állni, és haza lehet menni. De vajon miért drágul az üzemanyagtól kezdve az étolajon át a faanyagig minden? És egyáltalán mi az infláció? Ezt már Antalik Imre, a Selye János Egyetem gazdaságtudományi karának dékán helyettese magyarázza el. Ugye az infláció alatt egy ilyen tartós, folyamatos árszínvonal emelkedést kell értenünk. A pénzünknek a vásárló ereje az, ami csökken. Tehát ugye azt veszük észre, hogy ugyanazért a pénzmennyiségért kevesebbet pakolhatunk a bevásárló kosarunkba. Úgyhogy itt az élelmiszer árak tekintetében most még, ha belegondolunk, még további, ugye a háború okozta veszélyek is azért leselkednek, mert hát ugye Ukrajna nagy gabona exportőr állam, és hát itt például ugye akkor a gabonapiacnak az oldaláról további nyomás várható, hiszen megint, ha nem lesz export, vagy nem az akkor az a mennyiség, akkor megint csak az a kereslet egy alacsonyabb kínálattal találkozik, és az megint áremelkedéseket jelenthet. Régiónkban nem csak a kézműves pékségek kerültek nehéz helyzetbe, a drágulás a nagy pékipari vállalatokat sem kíméli. A Dunaszerdahelyi Ambropek Társaság ügyvezető igazgatója Ambrovics Andrea szerint a legrosszabbra még csak most kell számítanunk. Most, amit az üzletekben látunk, ár szintet, az annak az eredménye, amit a beszállítók decemberben, januárban emeltek. És a következő áremelések azok most lesznek bejelentve április-májusban. Tehát igazán, amit most látunk, az nem a jéghegy csúcsa, azt gondolom, hogy az csak a kezdete. Az Ambropek termékeit nagyban készíti, a vállalatnál elősütik, majd lefagyasztják a kenyeret és a pékárut. Ezért őket a kis pékségeknél nagyobb mértékben sújtja az energiaárak növekedése is. Az alapanyag az egy nagy tétel nálunk, ugye nagy tétel nálunk a csomagolóanyag, és nagyon nagy tétel nálunk az energia, hisz ugye sütjük a terméket, és fogyasztjuk a terméket, és amikor lefagyasztottuk a terméket, akkor tároljuk, mert óriási raktárunk van, amit ugye szintén ez egy fogyasztós raktár, és utána tudjuk csak kivinni
az adott áruházláncoknak a következő raktárába, kamionokkal visszük ki, és azért ne felejtsük el, hát ezt mindenki érzi a saját tankolásán, hogy ez mit jelent igazán a logisztikai költségeket illetően is. Hiába állapodnak meg előre beszállítóikkal az árakban, ők bármikor kész helyzet elé állíthatják a pékséget. Mi felénk az áremelést ott lépik most már meg a beszállítóink nagy része, akikkel nem éves szerződésünk van, hogy akár naponta meglépik. És hogyha azt mondjuk, hogy nem fogadjuk el, akkor nincs áru, akkor nem szállítják le. Mondjon egy példát erre. Például van magyarországi beszállítónk, akikkel hosszú távon együttműködünk, különböző magok beszállításán, például lemmagok, tökmag, szezámmag, amiket használunk főleg a magos termékeknél, és mondjuk megrendeltük februárba egy adott áron a terméket, leszállították 3 héttel később, és csak akkor volt hajlandó elindítani a kamiont a februári beszállításra, hogyha egy teljesen más, egy 50%-kal magasabb árat vagyok hajlandó érte kifizetni. A pékségek tulajdonosai tehát az utolsó szalmaszálba is belekapaszkodnak a túlélés érdekében. Horváth Andrea, a Patonyi Pékség tulajdonosa, minden nehézség ellenére is megőrizte optimizmusát. Még az orosz gázcsapok elzárása esetére is van vészforgatókönyve. Annyi előnyünk van, ha esetleg leállítják a gázt, hogy nekünk olyan kemencénk van, ez a régi fafűtéses kemence, hogy befűtünk fával, és nekünk még akkor is lesz kenyerünk. Ha lesz, aki berakja a kenyeret a kemencébe, akkor nálunk kenyér, még akkor is lesz, ha gáz nem.